Na sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 gameplay sorozat következő részével. Ha szemfülesek vagytok, akkor így észrevehetitek, hogy egy őszmaszkál a telekemén. Hát várjál már, hát egyszer el lehet kapni ezt az őszt, komolyan mondom. Nem lehet elkapni, nem lehet lőni, bassz, vagy veszek egy puskát. Egyébként 10 éve lehet, hogy autóval simán le tudnám gyorsulni. Na jó, van, oké. De engedjük el ezt a témát. A szemfülesek azt akartam elkezdeni, hogy észrevették, hogy augusztus van, és ennek oka egy dolog. Kipróbáltam gameplay-en kívül előzőleg, hogy milyen kontaktokat ad be a játék júliusban. És megint csak bálálást. Csak bálálást adott be, ugye, kaszálást és bálálást. Augusztusban változott, itt már ad be mást, és úgy gondoltam, hogy gondolom, ti se akarjátok negyedszerre vagy harmadszorra végignézni, ahogy bálázunk és a biomasszába elordjuk a cuccot. Nekem se lett volna kedve újra végigjátszani ugyanazt a metódust, ezért augusztusig pörgettünk, hogy más lehetőségek is elérhetők legyenek. Egyébként nézzétek a... Miért nem repkednek a mélyek? Mármint itt... Ezért repkedtek a mélyek, he? Miért nem repkednek a mélyek? Na várjatok! Szereztünk, vagyis lehet 2 hónap alatt 30 liter méz, gyerekek. Ezt elbírom? Elbírom, jó van. Elbírom kézzel, egyébként nincsen benne sem olyan mód, hogy ilyen erősebb legyek. 30 liter mézet gyerekek szereztünk ennyi idő alatt, 2 hónap alatt. Ezt mindenképpen ki fogjuk próbálni, hogy akkor elvisszük eladni, hogy körülbelül mennyit költöttünk rá? 3200-at, ugye? Mivel ugye 3000 volt, 1000 volt darabja a raklap, már nem raklapoknak, hanem a kaptároknak. És ugye ahova a raklapok mennek, az meg azt hiszem 200 volt, tehát 3200-at költöttünk. Mindjárt megnézzük, hogy 2 hónap alatt mennyi bevétünk lett, de először akarok mutatni valamit gyorsan. Ne arra úgy jöttük, hogy ennyire pörgök, csak sok mindent be akarok ebben a gameplaybe is vinni. Építkezéshez hoztam nektek valamit. Mondtátok, hogy a disznók azok nem nagyon fognak trágyát termelni, hogyha nem rakok le ilyen trágyadombot, és azt merik a sílókhoz, csillagoknál keressem. Én láttam is, meg is találtam, itt van 25 ezer pénzbe kerül, ami megmondom őszintén sok is, meg igazából 4 millió literes, ami nekem ez akkora, mint az egész telepem, fölösleges volt, és arra gondoltam, hogy hozok be én modoltakat, mindjárt meg fogjátok látni, itt vannak. Ebből van ilyen nagy, 5 milliós, mármint az ilyen jó, koszos, régi, tudod, ilyen látszik rajta, zsalúzás, meg minden. És van benne, de viszont van belőle ilyen kicsi is, ilyen, amit így be tudsz forgatni, aztán így ott a sarokban így elfér, és ez 10 000-be kerül csak. Azon kívül hoztam még nektek valamit állatoknál található dolgot, és a birkáknál hoztam egy ilyen 5000 egy ilyen small shipyardot, vagy nem tudom, barnt, meg hoztam egy olyanat, hogyha nagyon akarunk, 26 000-be kerül, igaz, hogy drága, nem akartam átírni az árát, de ez meg olyan, hogy így le tudod rakni, és akkor szabad térbe tudod így legeltetni az állatokat. Szerintem mind a kettő tök jó, de most nem ezzel fogunk foglalkozni egyelőre, hanem munkát fogunk vállalni, de először meg kell néznem, hogy ez mennyire éri meg. Egyébként itt van mellettünk ugye a méhészet, úgyhogy valószínűleg ott meg tudják venni. Itt meg miért nem repkednek a méhek? Mármint így konkrétan repkedtek eddig, vagy mi? A méhek azok... Figyeld meg, hogy a méhek azok csak a virágzási időszakban, augusztusban már nem fognak termelni mézet. Akkor ennyi méz... Á, ne vicceljetek, hallod, 30 liter mézet termel... Na, majd nézzük meg, hol a biciklém? Hol a biciklém, gyereken, gyorsan elfutunk. Én a malacokat meg akartam nézni még gyorsan, hogy hogyan vannak. Úgyhogy az is legyen meg, ugye itt van csak térerő. Szimulátor jellegben játszunk. Igen, és most már vannak más kontaktok, de most megnézzük először az állatokat. Gyerekek, még egy hónap és elvileg akkor meg fog történni a szaporodás, tehát lesz egy kis malacunk, ugye kettőnek lesz egy kis malaca, 4 hónap az ellési idő. Hát, hogy megnézem gyorsan, hogy hol veszik a mézet, de szerintem itt, ez mi az állatkereskedő? Ja, ne, várjál, hol vagyunk egyáltalán? Itt vagyunk. És itt veszik szerintem a mézet, de nem is fogom megnézni, hogy mennyiért direkt, hanem mindenképpen eladjuk, és tudunk következtetni, hogy körülbelül mennyire értem meg méhéket tenyészteni. Hát tenyészted a méhéket, érdekes. Tartani, jó? Oké, maradjunk annyiba. Hogy mennyire éri meg, nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon félek, hogy
ez a 3000 liter, ez már... Hát már a gyerekek lehet, hogy gazdagság lesz, figyeld. Na, igen, igen. Nem megy, nem megy föl, bazen, rúg a kerék, gyerekek, vissza kell tolatnom. Vissza kell tolatnom. Indulj meg! Felugrott, jó volt. Fölrakom a raklapot a biciklinek a csomagtartójára, és addig megyünk a biciklivel, ameddig tart a bort, nem igaz? És hogyha várjatok, mondjam, mesélek egy sztorit, mert hogyha azt mondjátok, hogy hülye vagy keeper, ez nagyon nem reális, mert raklapot nem lehet szállítani bicikli. Várjál, akkor el fogom mondani a sztorimat. Ezt így valahogy normálisan rá kell rakni, így. Jaj, gyerekek. Jó, belespanizzuk, érted? Kicsit így egy keréken fogunk menni, lehet egész, figyelj, a méz össze ne törjön, az a lényeg, mert ebben van a gazdagság, a nagy pénz, meg ne menjünk bele a földre, mert lehet, hogy benne akarunk. Ez majdnem elhantott minket, gyerekek, alig bírta megtartok. Na, azt akartam mondani egyébként, hogy nekem volt egy olyan sztorim, tehát így azt mondjátok, nem reális raklapot vinni ízen, biciklén, vittünk két személlyel, ismerőssel, ajtólapot, tehát rendes bejárati nagy ajtólapot MZ-vel, LTZ-vel közúton, úgyhogy a csávó az úgy fogta előttem az ajtólapot keresztbe. Tehát ő nem látott semmit, hanem így kapaszkodott így fölül az ajtólapba, érted? Az ülésem volt előtte, meg így a combján, és így kapaszkodott fölül, és vingja nem volt, hogy mi történik. Próbált, hogy nem lesodródni, mert ugye azért menetszél a keresztbe rakott ajtólapnál azért van. Én meg úgy szépen vezettem. Aztán tükörbe semmit nem láttam, csak az ajtólapot, fehér lap, két oldalt, Isten áldjon, érted? Ezt mondtam neki, hogy figyelj, el kéne ugranunk, van egy ilyen ajtólap. Aztán mondta, oké, semmi gond, mivel? Mondom, az MZ-vel. Mi csinálta? És úgyhogy, ha arra gondoltok, hogy ez így nem valós, szerzek egy biciklit, nincs biciklim, és föl fogok rá spanizni egy... Mi az? Jó napot kívánok, ezért hoztam a méz a támadásra. Na, nagy pénzek beugranak, mennyi? Jó, ó, 83 ez eurós raklap többe került, baza, hát mi csinálta? 83 eurót kerestünk két hónap alatt, két hónapot körítettük az időbe, ugye, júniustól augusztusig, és 83 eurót kerestünk. Az már betyáros, gyerekek, akkor most várjatok, számoljunk ki egyet. Akkor 20 hónap alatt keresünk 800-at, akkor mi van? Ne viccelj, várjál, évekbe számoljunk, akkor 6-szor ennyit keresünk egy év alatt, ugye? 6-szor ennyit keresünk. 6-szor. Akkor körülbelül egy év, 6, olyan 7 év alatt vissza fog jönni az ára a mélykaptároknak, amit vettünk. De nem biztos, hogy egész évben termelnek. Na, én nem tudom képzelni, hogy lehet, hogy nem egész évben. Ha egész évben, télen biztos, hogy nem fognak termelni. Ha egész évben termelnek, akkor is 7 év alatt jön vissza az ára, és onnan már pluszot termelsz. 7 év múlva. Úgyhogy igen, onnan már érted, ott már még egy 7 év, 14 év, és akkor már kerestél 3000-et vele, akkor már plusz 3000-be vagy. Hát nem tudom, hogy ez annyira megéri, nem tudom, lehet, hogy nagy tételben már úgy jobb, de ugye rengeteg pénzt kell belefektetni. Gyerekek, hát ez nem volt akkor, nem volt egy hatalmas nagy üzlet, ugye? Na, úgy nekünk viszont pénzt kellene kerestünk, mert nem annyira megy a bót. Figyeljetek, megnézzük akkor a jövőket, a melókat, és most már van betakarítás. Van nekem ez kiterjesztett ilyen, hogy mondjam, minek nevezik ezt, ilyen kiterjesztett kontaktmódom, aminek köszönhetően kiszámolja neked pontosan, hogy mennyit tudsz keresni vele, mert ugye ennyi, amit ad, és tudsz plusz pénzt is keresni vele. Nem lehet beállítanom, hogy nettó profi gyerekek. Ja, és még mindig a bálázás. Ez mi? Cirókot kellene nekünk aratni. Jó. És látjátok, itt például ugye 5000-et ad elő csak, de viszont 9000-et keresel vele, mivel ugye itt mutatja egyébként, hogy milyen, mekkora a terület, itt mutatja azt, hogy kb. Mennyi ideig fog tartani, mennyit kell leadnod, és ugye meg tudsz tartani bele 3000 litert, és mivel ennyi az ára, ezért tudsz még profitot termelni vele, érted? Mert melyik az, amelyik legjobban megéri? Mindig a bálálás mutatja, megőrülök gyerekek, komolyan mondom. Jó, a profit, a netto profit az legyen, és a netto profitba ez a cirok
Círók azt mondja, hogy 9046-ot összetudok bele. Ponevszkának, a terület 79-esen, 3 hektáros terület, gyerekek, nem lesz kicsi. Remélem, hogy nincs messze, várja, 79-es, az is egy számottevő dolog, ugye, hogy ne legyen messze. Mert különben megőrülsz, amíg odaérsz. Fogadjunk, a legmesszebb lévő terület lesz. Hol van 79-es, gyerekek? Megőrülök egyetlen. Hol van? 74, 76, 60, 79-es, hát persze, baze! Hallod? A legmesszebb lévő terület. Ez azért probléma, mert ugye traktorral is, meg izével is oda kell menned. Uff, megnézzünk egy másik munkát, gyerekek, mert ez nekem nagyon-nagyon-nagyon bajos lesz. Nézzünk ezt. 53, jó, ez bálázas. Várj, a bálázást ki is fogom venni. A szántást is kivesszük. Gyakorlatilag minden olyat kivesszünk. Vetés az nem is volt, adőr nincs. Hát figyelj! Igazából, várj, akkor clear kontaktoljunk, aztán keressünk újakat, hát, hogyha jó. De van egy kis zabaratás, hát figyelj, ennyi pénzzel nem fogok elmenni dolgozni, azt így felejtsék el. A new kontaktoljuk, azt nézzük, hogy... Igen, még mindig a China a círók. Úgy látom, hogy ő nagyon nagy... Ó, de viszont egy izét, egy fast track-kel tudunk veretni. Jó, figyeljetek, vállaljuk el, egy fene. Azt írja, hogy kb. Fél óra, amíg ezt megcsinálom. Hát megmondom őszintén, igen, kombányt nem is vezettem még. Fast track-et, meg főleg, mármint így szimulátor módban. Ajja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 j
elköltöztem, gyerekek. Elcsöztem, mert ugye kellett volna bérelni gépeket. Na várjál, akkor New Contact, az talán bead megint valami jó. Ezt elcsözte a Keeper. Jó, be is adta a csaj. Jó, hát most meg már nem azzal vagyunk. Jó, hát mindegy. Ezzel a New Hollanddal. Oké, gyerekek, csináljuk. Jó, és már most meg egyébként 25 percet ír. Lehet, hogy azért, mert szélesebb vágóasztal, ugye itt ezeket kiszámolja nekünk. Ezt ajánlom mindenkinek, ezt a Advanced Contact Mode, vagy pedig More Contact Mode, vagy Better Contact Mode. Oké. Okay. És akkor ugye tárgyak kölcsönzése. És akkor mehetünk is, gyerekek. Hájasföld 79-es. Jó, ott meg már voltunk is. De várja, azért meg rá kéne nézni, mert bele fogok keveredni. 79-es föld. Az akkor ugye úgy, hogy végig a falun, és jobbra az első aszfaltos út. Az nekünk így jó is lesz. Jó, megyünk. Hol van a bicikli? Addig megyünk, ameddig a bicikli. De addig megy a bicikli, amíg tart a bor. Na. Ez egy akkora kultikus. Keressetek rá, basszus. Pepsi Béla. Beütitek, azt megőrütök. Itt rábukok erre. Ez a lényeg. Itt nem az a lényeg. Ez a lényeg. Itt a cső. Keressetek rá, ezt érteni fogjátok. Higgyétek, megéri. Pepsi Béla. Oké. Okay. Na, az a baj egyébként, hogy rengeteg, nagyon messze el kell vinni ezeket az eszközöket, viszont ugye nagyon follow me mode, meg ilyeneket el lehet felejteni, hogyha egyszer szimulátorozunk. Úgyhogy ez egy nagy munka lesz, hát szerintem egy kávé fél órás, de legalább azért keresünk akkor egy kis pénzt, és már is tudunk venni például egy birkáknak egy helyet. Jó, és akkor meg tudom venni a birkákat, meg tudom venni a kaszát, és ez tök jó lesz. Na, gyerekek, úristen, mekkora kombány. Hát figyeljetek, a kombányt kéne először kivinni, viszont életemben nem használtam ilyen cuccot el. Erre hogy az a isten nyilába kell ezt rárakni, hallod? Ezt hogy kell rárakni? Komolyan mondom, nem tudom, esküszöm. Ezt várjál, ez valószínű, hogy innen kell rárakni, ugye? Beülünk ebbe a traktorba, melyik oldalt nyillasz? Mi oldal az oldal, mondjuk. Így, és akkor nézzük milyen automata sebességváltó. És igen, írtátok, hogy automatában is nyugodtan használjam az oda visszaát, mármint hogy az irányváltásnál, akkor nem fordul meg a pedál használatom. Jó. Oké, ez mi, ez egy Kubota? Vagy mi volt ez, gyerekek? Nem is néztem, de szerintem ez egy Kubota. Nyugodtan használjam az irányváltást, és akkor ugye irányváltás is ugyanúgy. Nem vált. Nem. Ugyanúgy ilyenkor is a fékpedált használja sajnos. Nem tudom ezt, hogy ez miért. Ez elég idegesítő, de jó. Jó, hát ezt fel akarom ének csatlakoztatni. Nem tudom, erre fölcsatlakoztatni? Ne szórakozz el. Lehet, hogy nem eléggé álltam hátra. Mert te fölösleges most a kombájn. Nem mondod, hogy ez csak a kombájn tudja húzni. Ez egy akkora tréj hülyeség. Ez szerintem ez egy nem valós dolog. Ezt nem hiszem, hogy csak a kombány tudná húzni. Hát ez
Ilyen nem létezik. Nem, és a kombány. Jó, van, oké. Na figyeljetek, ez egy kicsit odébb állok vele. Sőt, be is fogok állni. Ha. Vágó azt a elé. Jó, skácok. Hát figyeljetek, van meló. Aratni fogunk. Ráadásul el is kell hordanom azzal a kis pótkocsival a dolgokat. Az a terv, hogy akkor... Ezzel remélem, hogy így kell ráállni, ugye? Mondjátok, hogy így. Én így tudom elképzelni, nem fordítva. Oké, okay. Soha életemben nem használtam ilyen kocsit. Ezt most megmondom nektek, gyerekek. Ezt most megmondom. Ilyen vágóasztal szállító kocsit. Azt, ez nem kicsi ez a kombány. Hú-hú. De ez biztos, hogy irányváltós, ugye? Na. Aha. Úristen, nem látok ki. Ne. Csak a tükör. Csak a tükör, gyerekek. És nem mondod, hogy izével használod, nem pedállal. Hanem a karral. Nézzétek, én ezt nem is tudtam. Hogy konkrétan ezt egy joy-jal irányítod a izét. Ezeket a kombájnokat? Hát megőrülök. Ez nekem nagyon új, hallod? Ez most nekem nagyon új. Csak az a baj, hogy féltem a seggét, mert elég nagy, nézd meg. Azért egy kicsit így jöttem. Nem mertem nagyon átratolatni, úgyhogy ez most egy kicsit ilyen így sikerült ideállnom, de szerintem azért annyira nem pont. Nagyon féltem a segít, mert azért itt van egy ilyen hatalmas puttony, ezt jó ide rakták nekünk ide a bolthoz. Na, felhordó. Csatlakoztatása. Ezt nem tudom, hogy ezt is tudom egyébként. Szálljunk ki? Ezt, lehet, hogy ezt csak gépen belül fogod tudni csatlakoztatni, mert mondtátok, hogy egy csomó mindent egyébként nem lehet csatlakoztatni izébe. Látod? Mármint, hogy a manual attachment mód az nem működik mindig. Jó, gyerekek, hát ki se látok ebből, bazze. Azt a betyár, hallod? Nem, mindenre gondoltunk, csak erre, nem? És ezt így rá kell raknom, és semmi olyan, hogy nem kell lespaniznom, lekötnöm, ilyesmi. Úristen, hallod? Ezt meg kéne néznem, hát ezt valaki szokta irányítani, gondolom, a kombájnost. Ez nem csak úgy van, hogy... Az a gyerekek, hallod? Ezt hogy kell ráraknom? Hát jó nekem itt? Ez lehet, hogy hátrébb kellett volna, bár lehet, hogy több... Ez lehet, hogy hátrébb kellett volna, gyerekek. Ez hátrébb kell. Ennek a vasnak szerintem a szélén kell lennie. Gyerekek, ez nem kis pálya, hallod? Annak a vasnak ugye a szélén legyen. Mint a... Hát most se lett a szélem. Várjál gyerek. Mindjárt megoldja a képer. És elég dinamikusan hátra tolattunk. Mindjárt ránézek, jó? Szállás. Na, most jó, látod? Most jó. Szerintem eznek így kell lennie. Két oldalt ott a két vas. Tök jó. Oké. Okay. Egyébként miért van a levegőben a hátsó kerek? Azt mondjuk nem értem, de jó van. Oké, és akkor lecsatlakoztassam simán? Jó, rádobta, oké. Tolassunk ki innen. És megnézem, hogy... Te figyeljetek, ez nem esik le innen, ugye? Szerintem ez nem esik le, ugye? Ez jó. Akkor figyelj, ezt ki is, le is fogok róla. Várjál! Megnézem, hogy valamit nem tudok kapcsolni rajt. Nem. Szerintem ez jó így. Oké. Okay. Egyébként bocsi, hogy ennyi tökölés van, de ugye, ha már egyszer izébe játszunk, szimulátormódban, akkor mindent úgy csináljunk, jó? Jó, az egyelőre akkor figyeld vissza, hogy rá is tolathatnék a izére pótra. Nincs. Nincs.
ezt lekapcsolom, viszont rá tudok akasztani addig. Gyerekek, tök jó pontosan odaállok újabbat. Ide csak kábelek kellenek, ugye egybe bekötjeti a kutyafejet is, a légféket is, a izét is, a hidrolikát is, meg az elektromos rendszert is. Jó, mehetünk a New Holland-dal. Gyerekek, befogunk elé, ezt ezzel visszük ugye a vágóasztat. Hát az nagyon durva ugye ezzel így, hogy egyszerűen nem látsz rá majd, nem fog rálátni. Tehát így most tolassál rá, most ezt hogy gondolják? Érted? Ehhez most ez így feladja a leckét, hallod? Most egy érzésre? Aztán nem is vagyok jó helyen, mert látom az izét, látom az eszközt ezen az oldalon. Nem jó helyen vagyunk, így. Így szerintem körülbelül mindjárt megnézzük. Aha, jó vagyunk, csak hátrébb, jó, egyenesen mehet hátrébb. Hát figyelj, nincs segítünk, akkor azt szerintem a valóságban is az így szenved a sofőr, nem? Hát, nem, honnan tudnám más, hogy... még közelebb? Ah, jó, még van egy méter. Oké. Okay. Kb. Nem. Ah, nagyon jó! Sikerült, gyerekek, sikerült! Ez nagyon adja egyébként, na várjatok! Induljunk. Figyelni kell a tükörbe ezerre. Úristen, és ezt valóban tényleg Joy-jal irányított? Ez nagyon durva. Hát ez remélem, hogy nem fog lepottyanni. Jó messze megyünk ám, srácok. Figyelj, én kiszállok, megnézem, hogy minden oké. Jó, én szerintem ez így jó. Ez egyébként egész jól sikerült felrakni. Látjátok, hogy ugye el van találva. Szinte gondolom ilyen csatlakoztatási pontok lehet, hogy egyébként vannak, amivel így lehetne esetleg, nem tudom, de nincsen semmi erret nyomok, nem működik ez. Jó, menjünk. Úristen, mekkora ez a nyúlval a gyerekek. Egyébként fölmegyek a létrál és még azt is csinálom, ennek nagyon bírom. Na, egy indexet csapjunk, aztán lehetőleg elég nagy ívbe. Figyeljetek, nem tudom, hogy egyébként én merjek ezzel izé falunk keresztül venni. Lehet, hogy el kéne menni földes útnak, jó? Figyeljetek, ha egyszer... Ha, úristen, meg, hogy belóg a fal. Azt akartam mondani, hogy ez milyen széles. Nem látok rá a kerekekre. Majd, nem kilátok esetleg így? A nagy lószok. Á, ott van, jó van, oké. Okay. Kb. Tudja, meddig vagyunk. Szerintem elmegyek egyenesen egyébként. Oké, okay, elmegyünk földes útnak. Rövidítek. Nem rövidítek, nem merek elmenni egyszerűen arra. Úristen, ez nagyon bedörít. Ügy, gyerekek, a tükrök. Húzzuk a tükröket. Ha rajtunk van a vágóasztal, jó van. Húzzuk szépen. Ugye, amikor így fordulsz, akkor látod. Ah, ez nagyon adja. Nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik, gyerekek. Kiküldtek minket aratni. Hát fejlődünk azért, most már aratni várunk. Egyébként nyomom neki, mint az Isten nyila, azt nem megy gyorsabban ez. Főleg itt dobnak fölfele. Ezek a belógó fákra. Egy tipikus kombájna mész ki, és az ilyen belógó fákat így leszokták metélni, hogy nehogy baj legyen, ugye? Itt is azt kellene volna csinálni. Jó, a rajtunk van a vágóasztal, minden oké, gyerekek. Jó vagyunk. Óvatosba. Ne nyomjuk neki annyira. Na figyeljetek, akkor itt kibújunk. Azt a betyát. És várja, itt kell menni, nem? Ez az első, pont itt kell elmennem. De itt aztán tolt ki az. Nagyár úristen itt! Nem látsz? Komolyan mondom. Nem, nem, megvan még arra üzenk. Aha, megvan. Megvan a vágóasztal minden. Figyeljetek, akkor itt meg el kell mennem majd balra az elsőn. Aztán jó lesz. Figyeljetek, ha nem fér bele egy darab videóba, akkor kettőbe fog, aztán kész. Úgyis most két hónapot pörgetünk, max ebben a hónapban ugye kettő lesz.
Itt is el lehet, mert az milyen jó kis útok vannak, hallod? Na, itt valahol majd balra kell. Ha izé mögött van, ugye a... Ott a gabinos villó mögött. Basszus, nem néztem meg, gyerekek! Hogy fogok visszamenni? Hogy fogok visszamenni, gyerekek? Vissza kell gyalogolnom! Föl kellett volna dobnom a biciklit, vagy valami. Vissza kell gyalogolnom, hát ugye nincs ugratás. Ki is van kapcsolva, mert modom van. Mármint egy olyan modot raktam be, hogy ne tudjak teleportálni. Úgyhogy gyerekek, hát ballakhatunk vissza. Úristen! Ballakhatunk vissza, gyerekek. Erre járnak ám autók. Ne lepődjük meg, hogy olyan jön szembe. Aha. Nem van bazza. Hát tipikus, mint a valóságban, gyerekek. Le kell húzódnom az utcaélére. Na, így rálátsz a kerekekre, ha jó. Ezeket azokat szedjük csokorba, ezeket a útjelző bójákat. Hát egyébként így belső részletben, meg ilyen full szimulátor jelleggel, így azért igen. Azért ez egy egész más kategória. Na, hát ide meg is jöttünk, úgy érzem. Figyeljetek, valahol le kéne parkolni. Ez a Cirók, ugye? Nem tudom, nem akarom letiporni a szomszédét se, azért tényleg realisztikusan játszunk inkább. Inkább tartson 2 percet tovább. Így te fogunk férni, testvérem. Épp hogy. Jó, szűkös. Nem, megvan még a... Meg jönnek mögöttünk kocsival egyébként. Na, itt úgy látom, hogy pont csak kultivált a terület. Ugye ide leakasztunk, azt itt föl tudjuk venni a dolgot. Erre rámegyek, el van vetve valami. Nem baj, ott rohadjak meg. Na, stoj! Nos, srácok, akkor vegyük föl. Hát igen, azért így nem egyszerű, gyerek. Hogy fogom látni én a izét? Ez mi volt? Jaj, nem, mert izé, map széle van, elfelejtettem. Hogy fogom látni a csövet? Hogy hol kell ürítenem? Az se lesz egyszerű, azért higgyétek el. Ez a pici kormány milyen vicces. Egyébként pontosan úgy, ahogy tekerem itt a valóságban is, mint az őrült oda-vissza kell. Ugye ez is ez ilyen hátsó kerék kormányzása, mint általában minden egyik. Na, ugye ezt nem tudom külsőleg csatlakoztatni, azért csatlakoztatom így. Ezt ne felejtsük el, tehát nem azért, mert itt csalunk. Jó, itt menjünk el. Elfordul? Fordul. Jó van, oké, gyerekek, neki is állhatunk akkor alatni. Azt a betyár azért egy most így, hogy belső nézetben játszom, így azért átérzem annak a munkásnak így a... Nem a legjobb helyen vagyunk. Így a frusztrációját, hogy vezeti ezt a hatalmas gépet, egy ilyen extrém nagy vágóasztal, hogy nem is nagyon látsz ki, érted? Elférünk szerintem. Fölötte, fa mellett, nem kell összetörnünk a vágóasztalt. Hát, az lehet, hogy nem férünk el itt. Ha, bazen bejöttem ide, nem férünk el. Hát akkor belekezdünk így sajnos. Ki kéne nyitni ugye a szorítószerkezetet, vagy a tetejét. Ezt most nyitja már. Akkor engedjük le. Oké, aztán bele is fogunk, jó? Figyeljetek, hát ezt most sajnos itt tudom elkezdeni. Igen. Nem a B-vel indul? Bocs, meg kell néznem, bazzik. A gombaj megkapcsolása. Miért nem indul el? Why nem indul? Mármint így. Kombány bekapcsolása, bék nyomok, és miért nem indul? Ki van nyitva az adatószerkezet, nem?
várjál. Ó, tudod állítani a izét is? Milyen magasat vágjon? Te durva, ezt nem is tudtam egyébként. Tudod állítani a kombájnak a izét? Ezt? Ez nagyon durva. De még mindig nem indul el, és ezt nem értem, hogy miért. Leengeded, nyomsz egy B-t, miért nem indul el? Hallod? Vagy nézzük meg, kormányon mire van ragva, jó? Nem, ezt nem jövök rá. Na, kormányon. Gombai bekapcsolása, hármas gomb. Gyerekek, miért nem indul el? Hallod, itt valami nem stimmel. Mindent jól csinálok, nyitva van. Miért nem vágja ezt a ciró? Bazen nem ezt kell vágni! De ezt kell vágni, nem? Ide kellett jönni, halljátok? Tuti, hogy ide kellett jönni. De ez ciró, ugye? Ciró. A Poveska birtokolja. Hát akkor csak ezt kell csinálni. Hát, itt valami a kombájnnal van, gyerekek. Nem csatlakoztattam valamit rajt. Várjál már! Gyerekek! Nem mondod? Ó, gyerekek! Nem volt csatlakoztatva minden. Azt a betyár, hogy megszivattátok az ifjú kombájnos gyereket. Azt úristenit. Nem volt minden csatlakoztatva. Azt a mekkora szivatás volt, hallod? Keeper nagyon be volt izéve parázva, hogy most mi történik. Jó van, gyerekek, mindegy, itt kellett elindulnom. Úristen, hogy még ehhez is csatlakoztam. Csak ugye automatán vette fel, tehát csak belülről tudtad fölvenni. Nem gondoltam, hogy viszont a kábeleket ugye kell csatlakoztatni. Hát jó van, srácok, oda nézzetek, folyik szépen a ciró. Hát ez nagyon megszivatott, bocsánat érte egyébként, hogy itt ilyen béna voltam. Körbe kellene vágnom, aztán akkor ugye nem kellene vinkódnom azzal, hogy megint ugye fordulni, hogy fogok a szélén. Milyen gyorsan telik? Hát ez jó gyorsan telik, gyerekek. Vissza kell gyalogolnom, hallod? Az mekkora szívás lesz. Ó, de egyébként gyönyörű. Ha gyönyörű, gyönyörű. Nem hiszem el, hallod? Végén egyébként elég lenne fölvennem, nem most? Ahogy. Ó, és még behordja a maradékot. Hát ez csoda, gyerekek, ez csoda. Csak az a gond ugye, hogy nagyon nem kéne letipornom. Szerintem nyomunk egy körbevágást, jó? Srácok. Megpróbálunk egy körbe nyisszontjuk. Így belefogunk. Egy csoda komolyan. De, ja, egy kicsit elhagyok. Egy picit béna vagyok. Jó, most ezt szedjük be. Ja, ez az oldal elég tagolt. Na, körbe nyomjuk, gyerekek, aztán akkor megyünk majd oda-vissza. Csak legyen hely, hogy meg tudja fordulni vele. Jó néz ki. Ja, porosodunk rendesen. Hogy száll? Jaj, de gyönyörű. De gyönyörű. Remélem egyébként nem hagyom el, de szerintem elhagyom a legszélét. Nem jó megyek. Nem jó megyek. Nem jó meg. Innen belső életben egész más élmény az egész. Meg sokkal nehezebb. Ugye nem úgy van, hogy úgy látod a szélét, mint amikor fölülről látod, hogy na most elhagyok, vagy nem hagyok. Akkor veszed észre, hogy elhagytál, hogyha később látod. De pont van itt a Tomi bácsi nevű YouTube csatorna tulajdonosa. Múltkor rakott ki egy ilyen kukorica aratás videót,
és ott is az volt, hogy egy darab sort vitt, mert írta is, hogy azért, mert elcseszte konkrétan. Gyerekek, nézzünk ki. Tudom, hogy mennyire látok ki. Majd ki akartam jönni most az útra, ahogy mondom, nekem durrancson valaki. Ilyenkor több figyelemre lenne szükség, mint amit én végeztem. Egyébként arra lennék kíváncsi, várjatok, nézek valamit. Kiugrok. Ugye ezt most ilyen nagyon magasra hagyja, és hogyha én állítok, de igazából az nem azt állítom. Ugye csak a behordónak a, mármint ennek a behordó, minek nevezik? Nem tudom, hogy minek nevezik. A behordónak a magasságát állítottam, tehát a pengéknek az alsó részt azt ugye nem állítod. Szóval a vágás magassága attól még nem módosul, hogy én ezt följebb vagy lejjebb állítom. Most például nem is lehet. Lehet? Lehet, hogy ne. Ja, nem lehet most. Menet közben. Na gyerekek, nyomjuk a gázt. Valamit haladjunk is. Csak már 63%-on vagyunk, aztán mehetek haza gyalogba, azt mondja, beszarsz. Ó, megszivattam magam. Főnök azért kihozhatott volna, mi? Vagy kihozhatta volna a gépet. Aratom a cirókot. Ismerjétek azt a videót, hogy vágod a borsót? Ez nagyon durva. Gondolom, lehet, hogy sokan ismeritek. Keressetek rá, hogy vágod a borsót. Elvileg egy ilyen... egy csávó, aki a mezőgazdaságban dolgozik, ez fölhív egy... tükröző... ez fölhív egy másikat, aki véletlenül hív, és azért, és úgy kezdődik a beszélgetés, hogy na szavasz! Na hello! Vágod a borsót? Vágom. Mármint így arra gondolt, hogy a csávó, hogy érti, érted? Vágod? Vágod? Vágom. Ja nem, nem így volt. Bazzai, össze-vissza beszélek. Nem így volt, hanem úgy vette fel a telefon, megpróbálom ugye el reprodukálni, hogy volt. Fölveszi a csávó, és akkor... na szavasz! Szárad a borsó, vágod? Csávó, vágom. Na, aztán minden oké. Okay. Szárad a borsó, vágod? Vágom. Jó van. Aztán mehetnek érte? Kik? Hát kik, bazze, a traktoros? Mehet már érte? Hát milyen traktoros? Hát most mondtad, hogy vágod. Hát vágom! És akkor így elbeszélek egymás mellett, ez nagyon komoly a beszélgetés, ilyen telefonos. Rossz számot hív, és akkor vágod, szárad a borsó, vágod? Vágom, kezdi a csávó. Ezt azt sem tudja, miről van szó. Vagy száraz a borsó, vágod? Nem is tudom, azt hiszem, száraz a borsó, vágod? Vágom. Ez nagyon jó. Egyébként ezek a... hát nem csak a régi, a mostani mémek is. Ó, meg is telettünk, gyerekek. Na jó van, bazze. Most akkor legotkodáltunk. Akkor most várj, állítsuk meg. És mehetnénk haza buszra. Bekkora magasra vágjuk rá, izét, hallod? Ez ilyen magasra van vágva? Cirók. Gondolom csak a felső részét szedjük le. Hát gyerekek, akkor stoppolunk, vagy nem tudom. Várjatok, ide benézek. Bemászok egy. Hát tudok mászni? Másszál már be, bazzak. Na, lefajrünk itt. Azért nem férünk. Igen, széles a vállam, gyerekek. Ki vagyunk gyúrva. Jó, megyünk hazafele mindjárt. Csak mondom, akkor megnézem itt, hogy nincsen valami rejtett dolog. Figyelj, csövek, raklapokon. Jó. Nézzük meg, hogy nincs-e valami. Hát itt tuti, hogy van, gyerek. Itt figyelj, mindjárt ellopok egy kamiont. Meg azt se tudjuk, hogy hova kell vinni, úgyhogy nem is baj, hogy haza jöttünk. De szerintem egyébként ide. Úgyhogy talán mázlink lesz jön a srácok. Nagyon gyorsan körülnézek, meg akkor már figyeljetek, az a lényeg, hogy sasoljatok ti is ezerre, hogyha láttok járművet, írjátok meg azt, hogy hányadik percnél jó, vagy valami hasonló. Mármint itt szoktátok írni, hogy ott mentél át a hidon? Ó, jó. Oké, átmentünk 100 hidon, nem tudom, hogy melyiken gondolsz. Valami munkagép, minden egyébként, ez a map azért az egy össze van ragban, nem? Jó, egy kis sietősre veszem. Hát nem hiszem el egyébként, itt nincs egy darab jármű sem.
Ez biztos vagyok benne, hogy ez nem, van itt, ha? Kell lennie, úgyhogy nézzétek, már lehet, hogy én el siklok fölötte, felette. Hát itt meg nagyon érzem, hogy itt van, nem? Nincs. Nem hiszed el. Tényleg nincs. Micsoda íze, azt néztem, micsoda gáz. Csőv. Jó, akkor mehetünk haza, gyerekek. Maria? Hol az a rákba vagyunk? Gyerekek. Na, akkor futtam a traktorért. Azt sem tudom, merre lakunk, hallod? Esküszöm. Már menjünk a földes úton, itt tégetem magam, hallod? Jó, ez nem is földes, itt van egy ilyen szélkerék. Meg jó, hogy erre jöttem el. Még 8 szege van elvileg. Jó, ezer. Mert mégsem a repcége kéne futni. Jó, futunk a repcébe, ez van. Na, hülye gyerek, mi? Szimulátorokkal szimulátor, basszus. Legalább sosoljatok ám tényleg, hogy nem eláttok valahol. Ugye nem is így kéne menni, hanem az út bal oldalán kell menni, nem? Itt a keresztnél valami. Itt mindig azt hiszem, hogy ilyen helyeken van, de látom, nincs. Tóparton. Egyébként itt lehet tölteni szerintem a járművet, azért ilyen. Nem tudok úszni, hallod? Nem. Nem akarom. Jó, hát azok kell menni mindenképp a gépfél, egy kicsit így hasznosítjuk magunkat. Jó, most tiszta víz lettem tökig. Volt értelme. Mindjárt hazaérünk ám. Ezen az úton végig, és már otthon is vagyunk. Rohanunk a hegyútba végig. Ez ilyen kavicsos út, ez már egy kicsit modernebb. Ez már ráadó, hogyha ilyen út van, akkor az igen jó már, mint hogyha ilyen hegyi útokon, meg ilyen földes utakon. Tudod, ez a fehér kavicsos. Ez mindig elviszi a víz. Én is hozottam egyszer ide a... Hát Zalai-dombság az egy rémálom ilyen szempontból, mert így mindent elvisz a víz. Ugye legalább nem áll meg, de elviszi. Tehát így, de van egy nagyobb eső, akkor így lehordja a földet azért a... Ez is cirok, mint tök jó megismerem. Így lehordja a földet a háztú, meg a dombokru. Meg hát a kavicsot fölrakod, nekünk is ide hozottam egyet a, nem is tudom, pár éve a bejárathoz, ott megcsináltam szépen. Hi. Azért figyeljünk, apám, még a végére ölt meg. Jó, köszönöm szépen, uram. Ma nagyon kedves, látja, hogy itt kutyogolok. Jó, aztán én meg nem fogom visszahozni nekik a gépeket, azt ott rohadjanak meg, hallod? Oké, ez van. Jó napot! Futok, mint az őrült. Na, vigyük ki ezt a izét. És akkor mindenképp egyet legalább. Mi? Honnan lett nekem pénzem? Gyerekek, honnan lett nekem pénzem? Honnan lett... Várjál, be van csatlakoztatva minden? Be van, ugye? Honnan lett nekem 829? Ja, tudom, hát a izében. Megtaláltuk a járművet, ugye. Gyorsan ezzel meg leveretünk oda. Ja, az egy kubota lehet, hogy a K betű legalábbis arról árulkodik. Itt már ugye elátsz balra, úgyhogy tudunk sosolni. Jó, nem jön semmi, nem jön semmi. És akkor csak jobbra kéne elnézni. Jó, nem jön semmi. Azt hajthatunk. Milyen jó zörög. Zörög. Ez a tipikus. Csörög zörög. És akkor ezzel keresünk kb. 10 000-et, ugye? Ezzel a melóval. Abba tényleg meg akarom venni a kecskéket, az 5000-be kerül, ugye az ahol. Maga a kecskék nem tudom mennyibe kerülnek, hát veszek néhányat, abból azért több kellene szerintem. És a füvet ugye akkor nekik tudnám adni. De elég nyögvenyelősen, elég nehezen indul be a meló. Vagyis a pénzkeresés. Na megint itt flangálnak ilyen hülyék. Na mennyi? Már megint itt átmegy a csávó.
Tapossuk neki 53, ennyi a vége ennek. Dombom fölfele. Egyébként ezek ilyen jó használt gépek, nézzétek meg, 37,8 üzemóra van benne. Itt is földes út. Menjünk üríteni. Szeretnék fordulni, ma jó annál fogytátok. Még mindig nem raktam be, ha hamutartó küldött nekem egy modot, amivel ugye így vissza áll az index, hogyha kijelenítem a kormány. De egyébként írtátok többen, hogy traktorban nem jellemző az, hogy így visszaáll az index, amikor kanyarodsz utána. Oké. Okay. Egyébként itt valahol be lehet menni a földre. Az a lényeg, hogy próbálok olyat is csinálni, hogy ugye ne tapossam le lehetőleg a területet, úgyhogy elmegyünk erre. Fú, de jól néz ki. De jól néz ki, hogy ilyen magasra vágja a cirókot. Ezt még soha nem maradtam. Úgyhogy ez... Egyébként belső nézetből már egész más az egész, ugye. Mármint, hogyha ilyen fölülnézetből játsz, az nem tűnik olyan magasnak. Az objektek se tűnnek olyan magasnak, egy fa mellett mész el itt, meg szinte húzod be a fejed, meg arra figyelsz, hogy nehogy véletlenül elérje így a lombkorona a traktor, akkor meg szinte észre se veszed. Hát csak erre tudok eljönni sajnos, nem akarom letiporni. Mindig. Lesz birkánk is, jó, mert azok igazából termelik a pénzt. Figyelj, füvet azt tudok ott kaszálni. Ki kéne valahogy tolatnom. Jó, ez egy kubota. Ja, egy kicsit kifordítom a seggét. Ki tudja nyitni a csövet. Talán jó lesz. Nem kéne letörni. Hogy ne. Olyan feelingje van egyébként ennek. De annak milyen lesz, amikor majd izékkel fogunk karatni. Hoppa. Hátra tolatok. Mi az? Izé? Le van ponyvázva? Ne vicceljél. Le van ponyvázva és ilyenkor akkor nem csinálja, hát ezt nem megőrülök. De durva! Azt nem is, erre se figyeltem például, játszasz Farming Simulator, és ilyenekre tök nem figyelsz, mert ilyen, szinte ilyen érdektelen, érted? Nem vagy kapcsolatba ezzel. Tök jó. Jó, hát itt a jó fába beálltam, az biztos. Jön a szem, Franco. Jó, meleg lehet. Egyébként voltatok már, gázoltatok már izébe? Minek nevezik be? Forró, frissen adott gabonába? Ez ilyen tök forró. Gyerekek, mehetünk tovább. Csövet behúzzuk. Egyébként ott rálátsz. Az egyik tükör az így kb, hogy hát nem nagyon mutat oda. Én azt hittem, hogy oda mutat, de nem jó. Igazából látod, hogy mi van. Szóval... De annyira nem bonyolult. Jó, majd maradunk egy kicsit. Körbehúzzuk mindenki. Hát figyeljetek, ez ilyen. Valóságban az aratás nem ilyen őrült tempóval megy. Természetesen gépi munkás nem használunk ebben a sorozatban. Csomó mindent nem használok. Ilyen riktik szimulátor jelleg legyen. Próbálok minél jobban nagyobbat fogni, de úgy, hogy nagyon ne hagyjuk el. 20%-ba teljesítve, jó volt gyerekek, szuper. Féljetek, még egy izé, még egy puttonyi összekapunk mindenképp. Most megyek tovább, és akkor most már egy körbe-körbe fogok aratni.
Úgyhogy itt befordulunk mindjárt. Megpróbálom szépen befordítani a sorba. Hát elég jó. Ott a sarkát el kellett kapnom, itt meg ugye már befele jön egy picit ez a rész. Jó, gyerekek, semmi baj nincsen. Ott hagytam egy csikot, látod? Azon a részen. Ezt meg már le tudjuk fogni talán egybe. Nem biztos. Hát gyerekek, a kombányosnak azért tanulnia kell egy-két dolgot, egy-két fogást. Azért az nem úgy működik szerintem, hogy így beülsz. Nagyon ott kell lenned, hogy szépen fogjad mind a kettő részét. Belső nézetben egész más. Mindenképpen próbáld kiaratni belső nézetből, hogyha farming szimulátor az volt, tök más érzés. Meg szerintem egy mindenkinek javaslom, hogy csináljon egy olyan, hát nem sorozatot, hanem játszon úgy egy ilyen egész végig, hogy csak belső nézetben játszik. Szerintem az meg ilyen szimulátor jelleggel, lehet, hogy sokan vagytok úgy, hogy tényleg úgy is játszatok, de tényleg nagyon megéri, mert baromi jó egyébként. Egész más érzés. Kicsit olyan elveszettnek érzed magad, tényleg olyan, mint hogyha beültetnének egy ilyen nagy dögbe, és akkor így próbálnál így kontrollálni, hogy hát... És látjátok, ott is elhagytam a csikot, ott van. Ott van, elhagytam. Mert inkább az ember így próbál arra rámenni, hogy minél szélesebbet húzzon, és ugye ott figyelni kell a legszélét. Ha azt nem figyeled, akkor tök elcseszed. Ennyi viszonyítási alapod van, nem úgy van viszonyítási alapod, mint amikor külső nézetben játszol is. Tök rálátsz fölülről a gépre, hogy milyen egyenesen mész, azt sem tudom, milyen egyenesen megyek. Hát csak ki nem szállok esetleg, és végignézek a soron, érted. Várjál. Tehát is fordulok ide. Ilyenkor egyébként szerintem simán fölemelik a vágóasztalt, még ilyen kisebb fordulás, hát mondjuk ekkora forduláson lehet, hogy nem. Jó. Oké, gyerekek. Na. Elmegyünk a végébe. De így tök nem lát semmit. Hát így nem lehet közlekedni. Mindig így veretjük a kombájnokkal, hogy a farming szimulátorban külső nézetben, így, hogy rajtunk van ez a dög. Hát hallod? Hát így nem lát semmit konkrétan. Szóval, már ennyiben bukik a realitás. Nézzük meg. Hát igen, és így sokkal nehezebb beállítani, hogy onnan indulunk. És nem is jól indultam, látod? Ott maradt. De ugye, hogyha nagyon rálapolok a másikra, tehát ha nagyon túllógatom, akkor meg fölöslegesen használom az üzemanyagomat. Úgyhogy ez meg érdekes. Na, ennek egyébként nem szőnyeges izéje van, ilyen középre hordó rendszere, hanem, mert ugye van ez olyan, mint a futószalag, a nagyobb vágóasztalokon használják azt, amire így konkrétan így ráfekteti a galászt, vagy hogy mondjam, ugye, amit aratunk. De van még ez egy régebbi típusú, de lehet, hogy kisebb gépeken még mindig használják, ugye ez a csigás megoldás. Ez hordja középre a cuccot. Amelyik eléggé csúnya kifejezés. Kiemelünk azért gyerekek, bár így meg kettőig nem látok el sajnos. És ha van hangja, és ahogy bele elkezdi vágni a kalászt, vagyis a, mi ez? Cirókot, ilyen süstorgó hangja kezd lenni. Jó, hát az, figyelj, arra kell figyelni. Szerintem itt tapasztalom meg, hogy a valódi kombányosok is gondolom, azt figyelik, a bal oldalt. Meg vagyis azt a bal oldalt, hogy az ott menjen, ahol kell. Ugye a szélső oldal. Azt kell figyelned. Hát jó, hogyha ilyen full egyeneseket aratsz, akkor esetleg ugye nem kell annyit szenvedni vele, de hát nem maradtak ilyen nagyon egyeneseket.
Jó, 98%, 99, meg is állunk. Oké, gyerekek. Kicsit hátrahúzódtam, csövet kiengedjük. És elmegyünk a traktorért. Jó, a gyalog nem baj, hogyha letapossuk kicsit. Durva egyébként, ez, viszont ez a vérmunkázás, ez tök reális. Eddig soha nem használtam a vérmunkázást, mert mindig úgy gondoltam rá, hogy na, mi a szarnak, itt meg megy a gép, bazer. Mondjuk nem az enyém. Tényleg mindig úgy voltam vele, hogy ó, a francba, hát minek bérmunkázok inkább, gyorsan, 100 millió, izé, veszünk nagy gépet, kész, ez megvan, az megvan, érte. Azt a nagy, cudar, lóf, gyerekek. A valóságban is úgy van, hogy elmész dolgozni. Nem egyből nagy izéket veszel, nagy gépeket veszel. Elmész dolgozni, traktorozol, aztán utána esetleg, hogyha összekaparsz annyit, akkor tudsz venni valamit, nem? Nekünk is ott van a földünk, szerintem is így reális. Hát nincs pénzünk elvetni, nincs pénzünk elvetni. Vettünk két disznót, az sem volt olcsó, gyerekek. Jó van, aztán ezt mennyi vagyunk? 50%-on. Akkor lehet, hogy az lesz, hogy ezt megpróbáljuk el is adni, vagyis be is visszük. Remélem, hogy ide kell egyébként. Milyen reális a ide? A gumi. Gumi. Szinte ilyen... Érzed a szagát, nem? Tényleg ilyen, szinte érzed a szagát. Van neki surrantója? Itt van a surrantója! Így lehet zsákolni, ugye? Tudjátok? Zsákoló! Hú, és halljátok a kombájn, ahogy kiengedett, megváltozott a hangja. Az mekkora durva, ezt meg is állítom. Mekkora durva hallani? Meg ahogy ketyeg ez a traktor, ezt remélem halljátok. Hú, jó van, oké. Okay. Már nem alélok el jobban. Megpróbálom, remélem oda kell vinni, hallod? Akkor nagyon lecsesznek minket, ha nem. Ezt szerintem egyébként már fele megvan, szóval ez... Nem kell kapkodnunk, gyerekek, élvezzük a játékot, nem? Az legyen, hogy ez nem az a sor. És csetteg a izé, ahogy a pótkocsi löködi, ahogy fékeztem, csattogott, tudjátok. Vonószemné. Na, hát reméljük tényleg ide kell hozni, mindenek tartjuk. Hát én bízok benne. Nem, akkor gyalogolhatunk haza majd. Megnézni. De szerintem ide kellett. Aha. Jó, megnézem a billentés. Jó megye. Jó van, Franco. Ajaj, érdekes. Ujjaj! Ujjaj! Gyerekek! Nem mondod! Nem mondod! Úristen! Ezt nem ide kellene volna hozni! Én meg eladtam! Azt a betyár, gyerekek! Eladtam a izének a... Jaj! Baj van! Ezt nem ide kellene volna hozni, eladtam a izét! Eladtam a cirókot. A munkába, és itt van a zsebembe a pénz. Jaj! Ilyenkor mi lesz, gyerekek? Csináltatok már ilyet? Vagy a bérmunkából származó cirók, vagy ezért azt eladod? Hát nem ide kell, én azt hittem ide kell hozni, esküszöm. Eladtam, bazze. És ez nem az enyém volt. Jaj, gyerekek, jaj. Ez nem volt egy nagy üzlet. És nagy üzlet volt, de nem biztos, hogy ezt így kellett volna történni a gyerekek. Amit rám bíztak földet, azt eladom a izét, az árut róla. Jaj, most mi lesz, gyerekek? Hát nem tudom, írjátok meg, szerintetek most mi a szart csinálnak én itt? Megpróbáljuk teljesíteni még a feladatot? Hát nem valószínű, hogy ennyiből működni fog ez. Hú. Meg igazából most többit meg nem szívesen adnám, vagy levonjam magamtól, vagy írjátok meg, srácok, szerintem ez most így, ez most így letargikus állapotba kerültem emiatt. Ekkor a hülyeséget csináltam, eladtam a izét, eladtam a
munkából származó cuccot, szirókot. Hát ez igen, ezt már nem fogom. Ezt már nem fogom idejelni. Ebből nem fogom megcsinálni a melót. Jaj, mit csináljunk? Vegyünk szirókot? Mit tudok csinálni ilyenkor? Próbáljuk meg reálisan végig gondolni, tehát egy olyan megoldást találni, ami a valóságban is így adná élni. Értitek? Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi!